A felvételek elkészítését a Mezzoforte hangszeráruház, valamint a stúdióeszközök.hu támogatta. Ezt kapt ki! Hagymágyó! Hagymágyú, igen, hát ez többször előfordult, ezt talán nem túl nagy kulisszatítok, hogy néhányszor el is kerültük eleinte, amikor csak lehetett, támadásra, technikára, ugyanis ez minden bizonyal egy szójáték. Ugyan nem ismerem az eredeti japán művet, és sajnos nem is, nem is beszélek japánul, de ez a, ez a Dragon Ball saga, ez az egész mű, ez tele van ilyenekkel, például ott van a Kakarot, ott van a Vegita, ott van a, a Kabba, a, a, amik, nálunk, amik nálunk ugye, a kábba például kápszalát, mert hogy, mert hogy ezt nekem egyszer elmesélték, nem tudom pontosan, de hogy az is valami szójáték a káposztával. Tehát, hogy az összes csillagharcos maga, a bolygójuk, minden az egy ilyen, az egy ilyen étel, zöldség, tehát valami hasonló szójátékkal függ össze, a kákárat, ugye répa. Üm, és és ezt, ezt a vonalat követve szerintem ment a fordító a hagymágyú irányába, ami én azt gondolom, hogy hagyma ágyú lehet, de mondom, ez csak tippelés ezen az analógián haladva. Hogy mennyire szerencsés, vagy mennyire nem, az, az, az nehéz, azt nehéz megítélni. Ugyanis az a helyzet, hogy ugye ezt a művet nagyon sokan látták eredeti nyelven, ami ugye a japán. Ott megszoktak bizonyos fő, személyneveket, technikákat, különböző kifejezéseket, amikről ők maguk sem biztos, hogy tudták, hogy ez egy szójáték, hiszen ha az ember nem beszél japánul, akkor ez egy névnek tűnik. De amint, amint bírja a japán nyelvet és, és érti is, akkor ő rögtön átlátja ezt az egészet. Így azt gondolom, hogy az eredeti alkotók szándékát követve a magyar szójátékok, ha kicsit sután is hangzanak, de mégis helyesek, hiszen eredeti Japánban is így volt. Viszont, ha valaki nem értette japánul a szójátékot, és megszokta, hogy kábá, és megszokta az összes többi nevet, akkor neki borzasztó furcsa lesz Kápstát hallani helyette, holott mégis azt gondolom, hogy az eredeti szándékhoz ez áll közelebb.